Egyre kevesebb tagország várja ölbetett kézzel az Európai Unió vakcina szállítmányait. Emmanuel Macron a napokban több gyógyszergyártóval is tárgyalt az előállítás felgyorsításáról és egy közvetlen megállapodásról. Nem csoda, hisz a francia elnök azt ígérte, hogy nyár végére mindenki beoltathatja magát, aki szeretné. Az immunizálást lassítja, hogy már a francia kórházakban sem szabad beadni a brit AstraZeneca hatóanyagát a 65 év felettieknek. Bár az EU szerint az oltás nem jelent veszélyt az idősekre, Németország, Ausztria és Lengyelország is inkább biztosra megy. Eközben egyre többen bíznak az orosz Sputnik vakcinában. Az ampullákhoz egyrészt sokkal könnyebb hozzájutni, mint a nyugatiakhoz, másrészt a klinikai tesztek szerint a gyógyszer 92%-ban hatásos. Miután olvastunk ezekről a kitűnő eredményekről, beszéltem az orosz elnökkel. Megmondtam, hogy örömmel fogadjuk a vakcinát Európában, amennyiben az uniós gyógyszerügynökség is jóvá hagyja, mondta Angela Merkel német kancellár. A brit laborokból már kevésbé érkeznek jó hírek. A tudósok megvizsgálták a koronavírus új, valószínűleg Dél-Afrikából származó mutációját, az E484K-t, és arra jutottak, hogy ez ellen a törzs ellen is hatásos lehet az oltás, csak nem olyan hosszú ideig. A 60%-os átoltottsági szintig pedig marad a karantén. A holland kormány úgy döntött, hogy az erőszakos tüntetések ellenére is még egy hónappal meghosszabbítja a kijárási korlátozásokat. Mivel az országban október óta rendkívül lassan javulnak a járványmutatók, csak ritkán sikerül napi 5000 alatt tartani az új fertőzöttek számát.